A Velencei tó a nyári időszakban nagy népszerűségnek örvend a turisták körében, ezt pedig a Velence Tavi Galériában július 1-jével megnyílt kiállítás tovább fokozhatja. 21 Fejér megyei képzőművész alkotását tekinthetik meg itt az érdeklődők. A Magyar Alkotó Művészek Egyesületének a megyei tagjai, tehát valamennyi professzionális művész szerepelnek ezen a kiállításon, és elég nagy számban és elég jó művekkel, tehát itt, ahogy belépünk rögtön az első falon, itt mindjárt 4 munkás díjas művész kitűnő alkotásait láthatják az érdeklődők. A tárlaton több stílusban készült művek láthatóak, mindenki megtalálhatja a neki tetsző stílusvilágot. Nem csak tematikai kikötés, de stiláris sem volt, tehát itt a hiperrealizmustól az elvont absztraktig minden látható. Igazából az a jó ebben a kiállításban, hogy a mai kortárs képzőművészetnek is egyfajta. Mondjuk azt, hogy megyei, de mivel elég színes a képzőművészeti, hogy mondjam, választék Székesfehérváron, Dunaújvárosban, vagy kisebb településeken is, tulajdonképpen ez egy akár országos keresztmetszetnek is tekinthető. A Magyar Alkotó Művészek Egyesülete tagjainak munkái egészen július 31-ig tekinthetők meg a galéria nyitvatartási idejében.